Szevasztok! Minden tudom, bacon chips, második rész, itt van a bacon chips, nem hazudok, tehát tele van. No, látok, már másik szemszögből tesszük a történetet. Hova tegyük? Ide? Ide tegyük? Így? Opa. De nem jó, mert eldől. Tehát nem jó, mert eldől. Hogy tegyük így? Így egyszerű? Amúgy mindenkinek vannak gondjai meg problémái, az az életben tényleg mindenkinek vannak hibái. De miért jön egymást basztatni? Miért nem fogadja el mindenki úgy a másikat, ahogy van? De tényleg, tehát ez a probléma. Mindig van valami, ami miatt a másikat kell csesztetni, belerúgni és támadni, és folyton zargatni, ami nem vezet jó útra. Tehát kicsit gondoljátok rá, hogy a másik embernek milyen problémákat okoztok, és hogy az mennyire fáj adott embereknek, vagy adott személyeknek, nem de? Tehát, hogy... mennyire rossz tud lenni az, amikor minden ok nélkül valaki bántanak, minden ok nélkül valaki beverik. Miért akar valaki több lenni, mint ami? Nincs ilyen, hogy te erősebb vagy, okosabb vagy, ügyesebb vagy. Mindenki lehet okos. Mindenki lehet nagyobb, de nem egymásnál. Mindenki lehet szép, és mindenki lehet kitűnő. A saját életedben lehet boldog, és nem más embereknek kell megmondani, hogy te mit csinálj, meg hogy mit tegyél. Miért egy vadidegen akarja megmondani, hogy egy másik ember mit tegyen? Vagy hogy milyen életet éljen? Nem? Tehát, hogy ez miért van így? Gyerekek, élvezni kell az életet. A Jóisten adta a lehetőséget, hogy éljünk. Friss lebegő, fúj a szél egy kicsit. Most tényleg lesz vihar. Kit érdekel? Élvezni kell az életet. Szabadság, boldogság, nem vagy láncra verve. Ne felejj meg senkinek. Azt mondja valaki, hogy rossz vagy. Elhiszik nagyon sokan, hogy rosszat, mert más azt mondja. És nekem azt mondja valaki, hogy te miért videózol? Ne csináld a videózást, mert rossz, amit csinálsz. Ő honnan tudja, hogy én mit élek meg, vagy miért is csinálom ezt? Ő miért nem próbálja meg azt, amit én most itt csinálok? Tehát mindenkinek van lehetőség rá. Ha van egy kis agyad, kis gondolkodásod, beszédkészséged, akkor fogod magad és megcsinálod, megpróbálod. És nem a másikat akarod lehúzni. Azért húzzák le a másikat, mert ő nem akarja megpróbálni, mert ő úgy gondolja, hogy ő képtelen rá. Igen, képtelen, ezért a másik is képtelen legyen arra, hogy végigvigye azt, amit szeretne. Azért, mert valaki tehetséges mondjuk táncban, éneklésben, sportban, akkor miért sportolsz, miért énekelsz, miért táncolsz, miért úszol, miért röklabdázol, miért kosarazol, miért verekszel, miért bunyózol, miért tékvándúzol, miért mész el karaokebárokba, és miért próbálkozol olyan, amihez nem értesz, miért mész el komikusnak, miért mész el színésznek, és egyébek. Tehát mindenbe belekötnek. Most belekötnek abba, hogy a fűszál miért ilyen picike. Belekötnek abba, hogy én miért eszek békönös chipset, és mi a francról beszélek. De szerintük ez semmi. Ezzel nem kell foglalkozni. Iskolákban gyerekek bántanak másokat, gyengébeket. Felveszik videóra azt, ahogy rugdalja, és arra kéri a másikat, hogy a cipőjét nyalja meg egyébek. Aztán a felvevő emberke meg szánalmas, mert én azt gondolom, hogy elítélendő az, hogy valaki valamit felvesz. Meg volt ez a TikTokos, valami TikTokos lányok összeverekedtek. Ahelyett, hogy szétszednék őket, felveszik videóra. Amerikában is, külföldön is, mindenhol ez megy. Ahelyett, hogy segítenének, csinálják azt, hogy felveszi. Ezzel is még jobban felborzolja a kedélyeket, mert ez neki jó. Mert ő azt akarja, hogy mindenki lássa, hogy mekkora botrány lett belőle, és úristen, mit láttam most, hogy nem segítek, én nem megyek oda, én nem szólok bele, hanem felveszem, és jaj, na majd most akkor kiderül minden, nem? Tehát, hogy mi a francnak veszed fel? Mi a francnak veszed fel azt, hogy valaki valakit így? Meg kell előzni, ne a telefon legyen az első, amit a kezed ügyébe kapsz, hogy jaj, most akkor ahelyett, hogy kihívnál a rendőrséget, vagy segítséget kérnél, vagy próbálnál segítséget nyújtani annak, akit bántanak, vagy veszélyben van. Nem, te fölveszed, hogy hogy ütik a másikat. Könyörgöm, bűncselekményt követel az, aki felvesz egy verekedést, egy bántalmazást. Mint például az a nő. Húzta a kutyát maga után. Az az illető, aki felvette videóra, az is szánalmas. Már ahelyett, hogy levágta volna azt a zsinort,
amíg még élt a kutya, akkor legalább megmentette volna az életét. De nem, felvette, és akkor elkezdtem mondani a videóban, hogy így kell megbotránkoztatni az országot, meg ilyet kell csinálni. Az idő alatt, amit felvetted, az idő alatt te életet menthettél volna. Egy négylábú életét. De nem, hát fontosabb, hogy felvesszük, mint hogy segítséget nyújtsunk. És akkor jönnek ezek, hogy a buszon verekszenek, megrúgja, és ahelyett, hogy oda menne, vagy odaszólna, hogy figyelj, miért rúgod meg az idős ember, felveszi videóra, hogy látja, jó, hát fölveszem videóra, hogy rúgdalja az öreg embert, egy fiatal gyerek, mondjuk egy boxoló, vagy nem tudom ki oda megy, és bedrogozva, beszipúzva, vagy a faszon tudja, miket csinálnak, oda megy, és megrúgdalja a másikat. És nincs indoka, nincs oka, csak úgy random valakit szájba rúgnak, vagy szájba vernek, vagy kiütnek, vagy bármi. És ahelyett, hogy segítséget nyújtana, telefont ragad. De nem felhívja az adott szerveket, vagy bármilyen lehetőséget találna arra, hogy megmentse, vagy segítsen, vagy közbeavatkozzon, videóra felveszi. De tényleg, ja meg ez az egész, hogy kamu név mögé bújnak emberek. Tehát, hogy kis fiatal gyerekek, idősebbek, 20 évesek, 30 évesek, azon élik ki magukat, hogy hogy tudnak beszólni idegen embernek. És akkor odaírják, hogy így megverlek, úgy megverlek, amúgy megverlek. És amikor meg valaki elmegy az adott helyre, ahova az adott személy írja, hogy figyelj, gyere már ide meg ide. Az adott személy, akinek írod, elmegy, vár téged, te meg rendőrt küldesz, meg mit tudom én, miket csinálnak, hogy milyen világot élünk. A tévében persze, hogy halljuk a rosszat, mert tényleg történnek problémák, de miért nem tudunk segíteni? Összetartás ilyenkor hol van? Hol van az, amikor a diszkóban elkezdenek ütni egy lányt? Vagy éppenséggel elkezdenek egymással vitatkozni, ordítozni, miért nem lehet oda menni, és akkor azt mondja, hogy fiúk, lányok, szadjátok abba, szétszeditek őket, hogy megelőzitek a baj. Ezen kéne elgondolkodni. És azon, hogy ez nem jó. Tehát ez nem menő dolog. És én azt gondolom, hogy ez sehova nem vezet. Tehát ettől nem leszel erősebb, nem leszel okosabb, nem leszel bátrabb. Ha segítesz, példát mutatsz. Megmutatod a világnak, hogy igenis te képes vagy arra, hogy segítesz. De nem csak mondani, meg ki kell írni, meg megosztogatni videókat, hanem tényleg tenni azért, hogy jobb legyen a világ. Szidjuk a politikusokat, mert más dolgunk nincs. Elmennek szavazni, nagyon sokan elmennek szavazni, elmentek szavazni. Én nem járok szavazni, azért nem járok szavazni, mert engem nem tud érdekelni. Az, hogy az én szavazatom kihez megy, kit érdekel? Az már igazából, hogy is mondjam, ez már ilyen, nem tudom erre mit mondjak, de engem nem érdekel a szavazat. Tehát legyen bárki a politikában, bárki, mindenki a saját zsebébe, a saját társaságát akarja pénzzel tömni. Elmennek szavazni, aztán pár hónap múlva tüntetnek, hogy az ígéretek nincsenek betartva. És nem gondolkodnak el, hogy ők voltak azok, akik a szavazatukkal bizalmat, hitet fektettek bele az adott politikusokba, pártokba és egyebekbe. És nem gondolkodnak, hogy hoppá, hát szavaztál, vagy szavazott valaki, vagy szavaztatok, vagy szavaztam, vagy bármi, akkor hoppá. Tehát akkor hol van az ígéret? Hol van az, amit be kellene tartani? Tehát a kórházakban az ellátás milyen? Kapsz két darab zsemlét, egy aprócska, picike, ekkora kis vajjal, és jó étvágyat kívánok, meg kapsz egy darab párizsit, és akkor érezd jól magad. Ja, hát WC-papírt, meg egyebeket neked kell vinned, mert a kórház nem tudja ezt megoldani. Kevés a kórháznak a pénze. Kevés pénzt kapnak. Holott a betegellátásból, a betegek pénzéből, mert füzetik a TB-t, meg egyebeket, simán lehetne tenni dolgokat. De egy focistát megfizetnek azért, mert focista, mert fut egy labda után, mert a foci az mennyire jó. Csak abban nem gondolnak bele, hogy a kórházak pedig azért vannak, és az orvosok azért vannak, hogy ezeket az adott személyeket, focistákat, bárki legyen, meg tudják menteni, tudjanak rajta segíteni. Vizsgálatok, beavatkozások, és még sorolhatnám, hogy mennyi minden van, amit a kórházaknak kell. Nagyon sokszor azt veszi észre az ember, hogy csak a panaszkodás megy. Mert a gyárban dolgozok,
Ennyi pénzt nem tudok félretenni, ennyi csekket kell kifizetnem. Ezért dolgozom, és jaj, mert munkám van, akkor miért dolgozol? Miért fizeted a csekkeket? Miért panaszkodsz? Mert nem tudsz egyről a kettőre jutni? Mindenre megoldást kell találni. Fogadd el, hogy te vagy. Ne dolgozol, de miért dolgozol? Mert kénytelen vagy? Mert túl sokat kell fizetni? Mert túl sokat elvárnak? Értem, aláírom, igen. Ki kell fizetni a csekkeket? Internet, víz, villany, gáz, mit tudom én mi, hát kaja, a gyerekek fenntartása, az iskola, az ebéd, és ha sorolhatnám, sok minden van. De akkor ne panaszkodjon, főleg azok ne panaszkodjanak, akik megtehetik. Nem? Tehát, ja, ez szokott lenni igazából, azt gondolom, hogy... Mindig van valami a világban, nem? Na de mindegy, tehát ez is a semmiről szól. Itt sem mondtam semmi érdekeset, tehát... Itt is csak vaktába lövöm a fegyverből a golyót, és... hülyeséget beszélek, tehát nem fogja fel nagyon... kevés ember, hogy mi a helyzet. De én azt gondolom, hogy... fontos témákról kell beszélni, az élet nagy dolgairól. Beszélhetnénk a gyereknevelésről, a gyerektartásról, és még az egyéb dolgokról, hogy miért fontos, hogy a gyereknek meglegyen mindene, és az a gyerek mit fog visszaadni a szülőknek a felnőtt. Vannak azok a gyerekek, akik idősebb korukra is a szülőkkel úgy bánnak, ahogy az kell. Vannak azok a gyerekek, akik nem úgy bánnak a szülőkkel, ahogy az kellene, mert inkább tesznek rossz dolgokat. Vannak, akik már annyira nem érnek rá, hogy idősebb korára a szülőt inkább otthonba kell küldeni, egyedül van otthon, nem tudja ellátni magát, és ezáltal picit háttérbe szorul. És a gyereknevelésnél nagyon sokan nevelik jól a gyerekeket. Vannak, akik úgy nevelik a gyerekeket, nesze itt egy tablet, ez meg az, tehát ki van nyalva a kis picinke fenekük, nem sok mindenkinek a tisztelt a kivételnek, de van, akik annyira jó helyzetbe kerülnek, de vannak, akik nem, akik más körülmények között élnek, és máshogy is. Vannak, akiknek nincsenek szüleik és egyebek. Na mindegy, ezt most hagyjuk, ebben nem menjünk bele, mert órákon keresztül tudnék erről beszélni, és tudnék mesélni dolgokat, meg el tudnám mondani, nem, de hagyjuk. Nagyon sok olyan... dolog van, ami mindig más. Az egyik családnak van, a másik családnak nincs. A középső családok pedig próbálnak túlélni dolgokat. A gazdag még többet akar, a szegény meg örül annak a falat kenyérnek, amilyen van. A fél kiló kenyeret 2 hétig eszik. A gazdag folyton cseréli a hűtőbe a kaját és az egyebeket. Panaszkodunk, mert panaszkodni kell. A panaszkodás panaszának panaszkodása. És ez sorozatban megy. Alkoholfüggőség, és még sorolhatnám, hogy milyen függőségek vannak, annyira nem értek hozzá, nem is érdekel, kábítószereznek, mit tudom én még miket, tehát én nem értek ezekhez a dolgokhoz, nem is érdekel, de folyton ezt hallom a tévében, hogy ezt csinálta, amazt csinálta, hogy miért? Miért alakul így az élet? Kérdezem én, miért alakul így az élet? Miért van ennyi fájdalom? Miért van ennyi gond? Miért van ennyi rossz? Miért nem tudnak mosolyogni az emberek? Miért nem mosolyogtok már? Gondoltam egy röpke reppet elnyomok nektek. Gyerekek, hogy mindig van valami. De élvezni kell az életet. Nézzétek meg, itt vagyok, eszem a kis chipsemet. Igen. Nike felsőben, Nike. És mi van ide írva? Na ugye, most ne fejtsük meg, hogy mi van odaírva. Gyerekek, bevallom őszintén, hogy igen, én értem, hogy kell a túléléshez sok minden. Igen, értem, hogy panaszkodnak. De minek? Ha nem érzi magát jó az adott helyen, akkor miért nem vált? Miért nem talál megoldást arra, hogy jó legyen? És nagyon sokan elmennek Magyarországról, mert itt nem jó, mert itt nem jó. Utána meg ott panaszkodnak, mert ott meg nem talál semmit. Ha talált, akkor az a baj. Ha nem talált, akkor az a baj. Ha van egy adott helye, ami mondjuk úgy, hogy majdnem egy picikét jól fizet, akkor túlzottan sokat kell dolgozni azért, hogy jajajaja. De kérdezem én, ha dolgozol, akkor miért panaszkodsz? Tehát nem te akartad, hogy dolgozz?
Vagy nem te akartad, hogy gyárban legyél? És napi 24 órában dolgoz? Mert nincs időd semmire? Akkor ne dolgozz. Akkor menj el kukásnak, menj el utcaseprőnek. Akkor menj el orvosnak, és akkor jó. Vagy menj el, mit tudom én, bárminek, aminek akarsz. Nem? Tehát a 8 általánosod megvan, meg még nem tudom hány diplomát elvégeztél. Vannak olyanok, akik diplomát végeztek, nem tudom hány diplomájuk van, meg nagy iskolájuk, és szerinted mit csinálnak? Nagyon sok helyen lehetne találni olyan embereket, akiknek iszonyú nagy végzettsége van, iszonyú sokat tanultak, az utcán vannak, mert ott dolgozik, újságot osztogat, ilyen termékbemutatókat csinál. Mondjuk volt már olyan, hogy beszélgettem nagyon régen Pesten egy sráccal, aki elmondta, hogy ő egyetemen tanult elég sokáig. És akkor ugye ő neki valamiért az utcán kellett lapokat osztogatnia, nekem is adott, én elfogadtam, és gondoltam, beszélgetek egy kicsit vele, de arról nem készült videó, mert még akkor nem videóztam. És tényleg észrevehető, hogy nagyon sokan tanulnak. És mondta, hogy ő ennyi és ennyi diplomát elvégzett, ennyi és ennyi tanult, orvosszakra készült, egyebek, és valahogy nem úgy alakult az élete, hogy szerette volna, mert valahogy így egy kicsit így ellökték arról az útról, amiről nem kellett volna, és ő szeretett volna elhelyezkedni, meg volt a lehetősége rá, sikerült is neki, csak valahogy kiesett a kezéből az irányítás. És az utcára került, és kénytelen volt az utcán tevékenykedni és dolgozni. Ez egy szomorú dolog, de tényleg, ez egy szomorú dolog. De nem mindenki teheti meg, hogy jó iskolákba jár, tovább tanul. Én se tanultam tovább. Bevallom őszintén, mert nem tehettem meg. Meg már hova? Tehát, hogy mit? Éveket eldobálni, tanulsz, és hol kötsz ki? Nem biztos, hogy kikötsz az utcán, de lehet, hogy olyan helyen kötsz ki, amit igazából nem is akarsz, de belekényszerülsz. És aztán panaszkodjak, mert nem ezt akartam, hanem én jobbat akartam. Pedig megpróbáltam, de mégsem az. Vagy lehet, hogy sikerül, csak nem érzed jól magad az adott helyen, mert te mást akartál. Ahogy a szülők is szerintem azt akarják, hogy a gyerek ezt és ezt csinálja. Mert megmondja a szülő a gyereknek, hogy mit, hogyan, merre, mennyit. Nem hiszem, hogy a gyerekek ugyanazt akarják, amit a szülők, nem? Vannak így, akik ellenszegülnek a szülőknek, és azt mondják, hogy figyelj, anyu, apu, én nem akarok orvos lenni, én szeretnék állatokkal foglalkozni, vagy nem akarok állatokkal foglalkozni, hanem szeretnék focista lenni, vagy nem akarok focista lenni, hanem ügyvéd akarok lenni. De ő nem ügyvédnek téged, nem ügyvédnek szán, hanem mit tudom én, rendőrnek, vagy nem tudom én, komikusnak, színésznek, vagy bármi másnak, de te azt mondod, hogy ügyvéd akarsz lenni, és ügyvéd szeretnél lenni. Vagy az leszel, amit a szülők akarnak. És kíváncsi vagyok, hogy tényleg van-e, aki azt mondja, hogy ő az lett, amit ő maga megálmodott, vagy nem az lett, mert a szülők szorították egy sarokba, és azt mondták, hogy na fiam, te pedig állatokkal foglalkozol, nem leszel te ügyvéd, vagy nem leszel állatokkal foglalkozó ember, hanem ügyvéd leszel, vagy rendőr leszel, vagy tűzoltó, vagy orvos. Van, aki azért tanul orvosnak, mert tényleg az akar lenni. Van, aki azért tanul orvosnak, mert azt akarják, hogy az legyen. És van, aki azért lesz ügyvéd, mert azt mondják, hogy ügyvéd legyen. Van, aki azért lesz rendőr, mert annak akarja a szülő. Csak azt nem értem, hogy akkor a szülő miért nem lett rendőr. Akkor ő miért, mit tudom én, valamilyen kis gyárban gürcöl emberkel, vagy miért a Tesco-ban pakol és egyébként. Tehát miért akar jobbat a gyerekének, ha ő még se kapott jobbat. Ugye? Mert ugye a szülők azt mondják, hogy jót akarunk a gyereknek. Jót akarnak, csak a saját álmukat akarják a gyerekre ráerőltetni, aminek meg nincs értelme. Tehát miért erőlteti rá azt az álmát, az ő saját álmát, amit nem tud megvalósítani? Jó, hát akkor a gyerek legyen ügyvéd, vagy legyen rendőr, vagy legyen tűzoltó, vagy legyen egy gyárnak a vezetője. De holott a gyereknek nem ez az álma, és nem ezt akarja, hanem teljesen mást. Gyerekként mindig olyanokról álmodozunk, meg álmodoztok, meg álmodoznak, amiket a való életben, amikor felnőtt, már nem tudja azt megteljesíteni, vagy elérni, mert a szülő teljesen másfelé fogja terelni. És nagyon sokan belemennek abba, hogy igenis jó anyu, jó apu, akkor az lesz. Holott benne van a lányokban, a fiúkban, hogy ők már pedig nem azok akarnak lenni, amit a szülő akar, hanem teljesen más. Akkor miért nem azt szeretnéd, amit te akarsz? Tedd meg azt, hogy nem azt akarod, amit a szülő akar.
Tehát ne hallgass a szülődre, abban az esetben, ha te azt mondod, hogy te nem ezt szeretnéd, és te, neked ez a legfontosabb, mert ez tetszik, és ezt érzed a lelkedben, hogy ez a jó. Ha állatorvos akarsz lenni, akkor legyél az. Ha a szüleid azt mondják, hogy te legyél inkább, nem tudom, komikus, de te nem akarsz komikus lenni, mert nem érzed azt, hogy te most tényleg ennyire foglalkoztatna téged, ennyire foglalkozna vele, akkor az leszel, amit te akarsz. Tehát mindig magatok döntsetek. Hallgassatok a szülőkre részben, de ne hagyjátok, hogy mindig irányítsanak, vagy mindig megmondják, hogy erre is erre, jó? Amúgy mindig zajlik az élet, mindig vannak problémák, gondok és fájdalmak. Itt vagyok, de én nem félek, már. Na, legyetek azok, amik szeretnétek, és az életet élvezzétek. Kényelmesen, nyugodtan, higgadtan, és a boldogság legyen veletek. Na én pedig léptem, vigyázzon mindenki magára, szeretetben, békességben, mindentudó békön. Második rész volt, remélem, hogy ez a videó tetszeni fog nektek, az adott témakör, körök, mondani valók, véleményalkotásom. Remélem, hogy eltetszik. Elnyeri tetszéseteket, eltetszik, vagy micsoda, valami ilyesmi. Na sziasztok, mindent megtaláltok majd a leírásban és a többi videó alatt. Következő részben találkozunk, a minden tudó Bacon Chips harmadik rész folytatásában. Nem tudom, hogy mikor, de lehet, hogy majd valamikor. Na csáj!